Gyülekeznek a majálisozók az Újtelepi 2-es számú idősek klubjában, ám nem csak a nyugdíjas korosztály képviselői, hanem a fiatalabbak és a gyerekek is, hiszen már tapasztalatból tudják, hogy ha a segítő kezek dolgozói hívják őket, akkor nem fognak csalódni, s jól érzik magukat a közös programokon. Hagyománya van ugyanis az Újtelepen a majálisi gyermeknapi rendezvénynek, s még a változékony idő sem riaszthatja el a lakosságot ilyenkor. Évek óta ez a hagyomány már, hogy a gyermeknap és majálist itt az Újtelepi intézmény udvarán tartjuk meg. Idén sem gondoltam másképp. Délelőtt az idősek érkeznek folyamatosan, délután, mivel iskola van, egy óra után érkeznek a gyermekek, és különféle programokkal várjuk őket. Az időseknek szellemi, különféle szellemi vetélkedőket, keresztrevényfejtés, rendőrségi totó, egyéb szellemi vetélkedők. 11 órától vércukorszint és vérnyomásmérés lesz, dél egy óra között ebéddel kedveskedünk nekik, két üsbe fő a babgulyás. A gyermekek később érkeznek, ők akkor fognak ebédelni, amikor ide érkeznek. Számukra pedig mozgásos játékokat kínálunk, illetve vetélkedőket, szellemi vetélkedőket, szintén rendőrségi totót, és a nap fénypontja lesz a lovaskocsikázás. Azt is megszokhatták már az intézmény által meghívottak, hogy ilyenkor ajándékcsomagot kapnak a gyerekek és a szépkorúak. A gyerekek a Magyar Élelmiszerbank által kiírt pályázaton nyert finomságokat kapták meg, míg az időseknek az intézmény saját költségéből állított össze egy csomagot. A rendezvényen a város képviseletében részt vett Dombi Imréné polgármester is, aki elmondta, a segítőkezek dolgozói nagyon sokat tesznek az ellátottakért. Egy ilyen rendezvényen pedig kötetlenebb formában együtt közösen töltik a napot, ami közösségépítő hatással bír. Tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit Püspök Ladány város önkormányzata nevében. Nagyon örülök, hogy ismét eljött ez a nap, amikor a majálist és a gyermeknapot ismételten meg tudjuk itt tartani az Újtelepen, ebben a gyönyörű intézményben. Az önkormányzat számára nagyon fontos az, hogy a kötelező feladataink közé tartozó gyermekvédelmi szolgáltatást, illetve az idősekkel való foglalkozásokat mindig megtartsuk, és nagy örömömre szolgál az mindig, amikor intézményvezető asszonnyal leülünk, megtárgyaljuk azokat a dolgokat, amik az intézményben történnek. Nagyon örültem annak, amikor néhány héttel ezelőtt arról tájékoztatott, hogy ez a rendezvény ismételten meg fogják rendezni, és mind a három intézményből, Püspökladányból eljönnek ide az ellátottaink, eljönnek a dolgozók, hogy egy kellemes napot tudjunk együtt tölteni. Szeretném megköszönni a kedves kollégáknak, megbízott intézményvezető asszonynak azt a lelkiismeretes munkát, amit egész évben folytatnak önökért, a gyerekekért, hiszen azokat a feladatokat látják el, amivel az önkormányzat megbízza őket. A köszöntők után az idősek beszélgetéssel és sütemények kóstolásával mulatták az időt. Voltak, akik játéktesztet írtak, de olyanok is emellett, akik vérnyomást és vércukorszintet mérettek. A környékbeli klubokból érkező idősek elmondták, rendszeresen jönnek minden évben a rendezvényre, és nem is kerül fáradtságba, hiszen az utazásokat is megoldják az intézmény dolgozói. Kérésünkre elmondták, mit várnak a rendezvénytől, és megmutatták azt is, milyen csomagot kaptak. Egy kis szórakozás, mert hát túl sokat ezek az idősek, nem nagyon megyünk olyan túl sokat szórakozni, sehova se. Segítők ezek, mindent megtesznek, úgy, amit intézni kell, úgy intézik. Szerintem ez is olyan jó lesz, hát tavaly nagyon sokan voltunk, mert hogy ilyen sárétiak is itt voltak, ugye, hát jó volt az is, jó. Hát remélem, hogy ez is jó lesz. Igaz, nagy szél fú, de hát ez van. Nagyon jó szórakozást. Tavaly is voltunk, nagyon jól éreztük magunkat. Mi már itt vagyunk 4 éve tagok, és minden rendezvényre el szoktunk, mert szoktunk menni kirándulni, meg mindenfele. Mézes kalács, ez a jogkersport, és ez
Cappuccino, és még egy valami van. Az a tiéd. Ez a szőlőcukor. Örül-e a csomag? Nagyon, hát persze, hát ez egy nagyon jó dolog. Fontos egyáltalán, hogy az idősek is el tudjanak jönni, kikapcsolódni, szóra? Ez az a magányokból egy kicsit kikapcsolódunk, beszélgetünk, stb. És még más is. Hát mit tudom én, megebédelünk, utána van egy kis szórakozás, úgy hallottam, van ilyen zsákba macska. Délután megérkeztek a rendezvény további főszereplői is, a gyerekek. Az ebéd után volt számukra tesztkitöltés, aszfaltrajzverseny és lovaskocsikázás is. De hogy milyen rendezvény van most itt? A gyereknap. Mit kaptatok itt a bejáratnál? Egy csomagot, benne volt ilyen levesek, meg kukorica, meg egy tiktak. Most mit csináltál már eddig itt a rendezvényen? Pecáztam, meg rajzoltam oda, meg kitöltöttem ilyen rendőrségi tesztet. Rajzolok. Mit rajzolsz? Na, egy bolygót. Most megyünk még a lovasszekérrel lovagolni. Volt-e már, amit kipróbáltál? Igen, pecáztunk, akkor meg totót töltöttünk ki. Az új telepen tehát együtt ünnepeltek az idősek és a gyerekek, s hogy mit, a nyár kezdetét, egymást, azt, hogy minden nehézség ellenére, hiszen abból mindenkinek jut, vannak kellemes percek, melyeket érdemes megragadni, megtalálni. A segítőkezek szociális szolgáltató központ dolgozói pedig ennek érdekében teszik a dolgukat, hogy megteremtsék ezeket a bizonyos szép és örömteli pillanatokat.